bombáztatok gyakorlatilag, bombáztatok, lőttetek megállás nélkül, küldtétek a hétvége folyamán, hogy a hírmeség című animációs csatorna készített egy epizódot, amiben szerény személyem is szerepel, új érkező vagyok, még a leírásból is látszik, belenéztem egy 10 másodpercet, hogy lássam, hogy mi ez, és láttam, hogy van menőm van leanimálva, úgyhogy megnézzük együtt, srácok, live Tinder, ne saj, VR Jani, csávók, és TRC. Az a TRC, az én nem tudom, hogy kicsoda az a TRC, az csúnyának hangzik, úgyhogy az nem tudom ki, azt majd, kiv azt majd kivágjuk belőle. Küldöm nektek a linket, srácok, mint mindig. Ezúttal is, please támogassátok az eredeti feltöltőt, pláne úgy, hogy ez egy elég minőségi munkának néz ki, tehát hogy viszonylag több munkaóra volt valószínűleg ezzel a videóval, mint amit egész életemben én fektettem a YouTube-os karrierembe, szóval mindenféleképpen támogassátok. Hírmesék következnek, srácok! Nézzük meg, hogy miből él. Hello, hello! Üd, nézd meg, egyből telefonál, ott a Jani barátot nézd meg! Így <laughs> kávé ennyit láttam a videóból, így az első 5 másodpercet, és olyan basszon nézett ki, hogy mondom, ezt látni kell! Hello, hello. Üdvözlöm az elnök vezérigat. Milyen jól nézek ki, basz. Oda néz. Az ott én vagyok. Nézd meg. Nézd úgy át. Mondjuk vissza kéne növeszteni a szakállat, csak így nem előnyös nyárra. De még fuxot is csinált nekem az úriember, vagy hölgy. Nem tudom, hogy szólíthatjuk a készítőt. Egy az egybe. Még a szemszínemet is úgy kábéra eltalálta. Mondjuk nem tudom, mikor volt utoljára ennyire jó belőve a hajam, az az igazság, hogy akkor érje igazán az embernek az önbecsülése a minimumot, amikor érzed, hogy az animált karakter rólad jobban néz ki, mint te saját magad. Mi az, hogy vises Nicolas Cage? Te vagy már egy Nicolas Cage. Na jó, figyelj, bocsánat, figyeljünk, mert itt bizniszek vannak. Kazgató úrát. Üdvözlet, üdvözletem! Üdvözletem, Nessali barátom, hogy vagy? Mi újság? Kéne valami videó. Nem kell, hogy értelme legyen, csak hogy úgy lássák az emberek a módus operandi. <laughs> azért életem. Kéne valami videóban. Nem kell, hogy értem el egy. <laughs> nem az, ez nagyon durva. Tehát, hogyha jól értem, ha jól értem, ez valós klipekből van összevágva a hang az animációhoz. De hogy nagyon durva, mert nem hallatszik rajta, hogy össze van vágva. Ez elképesztően kvalití a cucc. Ezzel egyet tudok érteni. a téma az mindegy, igazából nem is kell szólni a semmiről. Hát ah, nagyon jól Mondjad! Van az a csajos tartalom, ugye az a Sidemen csatornája, ugye van, az a Live Tinder, az, az nagyon megy külföldön. Amúgy én szeretem a sidemen nyilván futball rajongóként követtem ott több embert is. Ks t nyilván, a mini mintert, úgyhogy én, én vágom a live tindert. Én vágom. És ezt megmagyaristották ezt a dolgot. Igen. nem AI, nem AI srácok a hang, ez nem AI, ez szerintem videókból van frankon összevágva. De nagyon durva, tehát szerintem egy, nem tudom, 13 perc a videó, ha most így serényvágói tapasztalataimból tippelni kéne, amik nem túl vaskosak, már minthogy ezek a tapasztalatok, ez biztos, hogy minimum 500 vágás. Lehet, hogy kicsit sokat mondtam, 300. De ez nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Full magyarul csinálják ugyanazt. Aha. És 502 hangvágás van benne? Ezt tudjátok? Ugye vagy írta a készítő a leírásba? Mennyi van benne? Na mindegy, nem tudom. Bocsánat, figyelj, sose jutunk el a tartalom végéig. Nem bozasztó kínos a magyar. Bár nem az egészet, de egy darabig elkezdtem nézni. Csak aztán kikringselem tőle. Mindegy. Ilyenkor annyira kíváncsi vagyok, hogy miben hangozhattak el ezek a mondatok egyébként, milyen videóban. Mi az, ami én kikringselek, a cringe megtestesítője. De a lényeg, hogy nekem ez nem működött egyáltalán. De most az jutott eszembe, hogy csinálunk én egy ilyen játékot. Mit egy ilyen szóna? játékot? Mi csoda? Ez, ez csöppet problémás. Ne legyél már ilyen kis gyökér Youtube videós vagy De most az hogy jön ide? Ne ezzel foglalkozz, játszanunk kell Én ilyenekkel nem játszom Szóval ha jól értem, Tinderest fogunk játszani Jani baráttal Eddig jó? ez, ezek tanácsok az életre, hogy hogyan kell csajozni Hát ne hülyeskedj Na vágjunk bele Na nézzük Na vágjunk bele, érted? Na most megtanuljuk, hogy kell csajozni. Hát Jani is, és én is nagy csajozó gépek vagyunk, tehát hogy ez egyértelműen sikeres lesz. Kurva, az meg úgy irigylem egyébként a tehetséges embereket, ezt mindig elmondom nektek, olyan jó lehet. Milyen kurva jó meg van az egész. Ott vagyunk, ott vagyunk. leülni, tessék figyelni, első óra. Milyen szigma állam van, Bár bárcsak, bárcsak. Nessali professzor vagyok, Jani lesz a vendégtanárunk. Üdvözlöm! Üdvözlet mindenkinek, szervusztok, hello! Jani Mester vagyok! <laughs> Jani Mester! <gül> <gül> És akkor mondom, hogy párkapcsolati tanácsadással fogjuk indítani a mai napot. Ma ki próbálni a skilljeinket, hogy hogyan tudunk felszedni lányokat. Várja, ez a, ez a Janinak a izéből van biztos a szöveg. A, van a csajozós játék, amivel játszott, azon sírtam, a szuper, szuper seducer. szedúszer. Ugye? Én meg mindig adom a fasságot a párkapcsati témában, úgyhogy az enyém nem tudom melyik van, de a Jani és szerintem abból van. Ez rengeteg embernek lesz egy ilyen önismereti utazás, egy ilyen felkészülés a nagybetűs életre. Na! Én azt mondom, hogy kezdjünk ebbe bele. Hát mi? Mindig, mindig, fontos, hogy jókor állítsa meg, mert különben nem tudjátok eldönteni, hogy most a videó hangja szól, vagy én beszélek, az arcomat nézzétek. Mindenféleképpen azért jöttünk ide, hogy itt most együtt rájöjjünk, hogy akkor mi legyen a mesterterv, úgyhogy jegyzeteljetek, jó? Mindig ennyi értelmetlen üres mondatot mondok, aminek semmi értelme nincsen. Ennek a mondatnak, amit elmondtam, mi értelme volt? Semmi, bazd meg! Hát csak jön ki a levegő a számon! Jó van, tudom, hogy igen, kapjátok be, azért vagytok itt, hogy busztoljátok az egómat. Igen, a mesterterv, úgyhogy jegyzeteljetek, jó? Kedves barna bajszú barátom, nyomjuk! <laughs> Srácok, a lényeg. Meg... Barna bajszú barátom. Kérkeztek <laughs> egy étteremhez. Meglátok egy szőkenőt, hogyan megyünk oda hozzá. Na, Nessali barátom fog nekem segíteni, szóval megnézzük, hogy mit tud. <laughs> Nem tudom, mit mondjak. Na, 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 hol az önbizalom? Jó, tehát nézzük akkor, készüljetek fel. <hállt> Elnézést, ne haragudj csak, na hülye vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy van barátod? Jézus Isten! <hállt> <hállt> miért? Mi? Hát... Ez nagyon nagy trincs. Na. Mi a baj ezzel? Nem lehet ilyeneket mondani. Nem, nem tudom, miért? Hát majd ágyjá be, hagyjába, be! Ágyjá be. Nekem ezzel nincs problémám. Azért ez elég gáz. Tehát ez azért, ez mindennek az alja. Én szerintem ez vicces. Ez igazi klasszikussá vált a magyar köznyelvben. Nem, azért nem. <coughs> Szar. <gül> <gül> Jani! <gül> na, hát azért na! Hát de ez, ez amúgy nem éjjáj, meg nem össze van vágva, ezt mondta róla Majani. Jani. A vanyját nézd meg, hogy kinyílt a szája a kis Janinak. Na majd mindjárt meglátjuk, hogy ő hogy nyomja. Bocsánat, elkap... Bocsánat, nem tudom, összezavarodtam. Még egyszer. Ja, gitározok, de főleg a szívet úrjai játszanék. Ez is gáz? Mi? a kurva élet, nem már! Hogy is fogalmazzak? Mi? Nem volt a legjobb. Miért? Ez ilyen, én, ezt úgy adnám el, hogy ez az ilyen kezdő mód. Elnézést, me, bocsánat, H hogy van ez? Én nem, nem, ért, nem értek egyet egyébként, nem értek egyet a Jani barátommal, ez ez beef. Én nem értem. Tehát, hogy egyszerűen valahogy hívjuk fel magunkra a figyelmet. Hát én is majdnem ezt mondtam. Ö, ne, nem, nem, nem. Csak vicceltem. Na, még egyszer, Figyelje. Na, a három a magyar igazság. Figyelj, figyelj, most jön az Ultimate csajozós szövegem. Nagyon-nagyon szexi, amikor az aurádat a végtelen létbizonytalanság lengi körül. Hogy lehet ilyen, ilyen fasságot kitalálni, de komolyan? Hogy bátyom? <gül> <gül> Pedig olyan... <laughs> Nem tudok magammal egyszerre röhögni, teljesen összezavar ez a videó. Épp volt! Ez olyan szép gondolat lett volna még! Nem, undorító! Ez olyan szép költői volt, ezt József Attila is mondhatta volna. Ez nagyon bén. É, teljesen egyetértek amúgy saját magammal. Jó látni, hogy milyen összhangban vagyok az animált vágott verziómmal. Na? Jó. Ez volt a bemelegítés, mint olyan. Hányat fogok elmondani, édes Istenem? Tökéletes megoldást elmondom. Ha valakinek még ez mond valamit. Na figyelje! Na mi a helyzet? Na, nem volt rossz, nem volt rossz. Szerintem jobb volt, mint a másik nekem amúgy. Na, látja, az egyszerűség nagyszerűség. Na, mi a hely? Ennyi. Ennyi? Ennyi. Látja, nem kell túl gondolni. Így volt benne valami, nem azt mondom, hogy ez jó, de hogy volt benne valami, az biztos. Megfejt. Joy Tribbiani tudja az igazat. Tettük. Működik, mint az álom. Jó. Tehát eddig így vázoltuk, hogy mi történne megvan a tervünk, nézzük meg, hogy teljesítenek most a diákok. Azt mondja, tehát most akkor... De most jönnek majd a izé, most lesz ilyen akció is, lesznek benne animált jányok. Most játszottuk végig a Final Fantasy-t. Hát itt mi a közösségben nagyon szeretjük az animált le. Lá... Na nyugi. A Chime ne Nessai fog játszani. Jó, jöhet, de csak ha jó nő vagyok. én leszek a nő? Nem kell, hogy engem fognak fölszedni. Ajjaj. Hogy nő legyen, de nézzen ki annak. Srácok, ez a Tinder, figyeljetek! <laughs> de... <laughs> Miért? 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 Úristen, egy csúf ember, vigyétek a képernyőmről! Én sem <laughs> <oka. Mi mondasz? gül> Tehát ö... az öreg bandi beindult. A, a, nézd meg, ott az első sorban már a matatás meg is kezdődött. Ez már a, ez már a mesterkurzus lesz, csak mondom nek. Várja, megörült a Windowsom. Most jó? jó? Most jó? Most jó. De, ez nagyon jól nézek ki amúgy. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez is működik. Nagyon tetszik. Már egy csomószor láttátok rajtam ezt a pólót. Amúgy én is nagyon szeretem, köszönöm szépen. <coughs> Nem tudom, min vagyok, jobban lesokkolva. Hogy ez ennyire jó meg van csinálva, vagy hogy önazonosnak érzem az egészet. Nem tudom. Azt kell mondjam, hogy tehát itt egyértelműen rá kell kőkeményen mennünk. Hát ha van miből, drága testvérem, ugye? Hoppá! Azon a Forz listán már csak lejjebb van. Na, Srácok, dolog, rám lehet jönni, ha van miből, ugye? Hát csapjat ki a feliratkozás, százkász, amire ez kimegy a százkának, már meg kell lennie YouTube-on. Van, nézzük a szabályokat. Na. na, jó. Tehát leültök mellé beszélgetni, na most hogyan mondjuk el neki, hogy megtetszett neki? Ez a terv, vágjunk bele. László. De most a 20-at betöltötted már, vagy én töltsem be neked? Takarodj! <laughs> Erről hallottam, hogy akkor erről van szó, szóval, bocsi, ezzel tényleg nem vagyok képbe, általában játszom a hülyét most nem. Szóval hogy van magyar, ez, ez a csávók, ez, ez, ez az, ami a, a Sideman, ugye csak magyarba, és onnan vannak ezek a szövegek, és most ők fognak fölszedni, ugye? A 20 forintosaikkal. Amúgy, jó, nekem te, ezt én megvettem, amúgy én ezt megvettem, ez a 20-as, ez tetszett. Takarodj! Ezzel egyet tudok érteni. Szerintem ez. Nem, nekem tetszett ez a huszas, ez jó volt. Ez nagyon cringe, ez ilyen, nagyon ilyen, ilyen. Hát, az nagyon bunkó. Engem már amúgy a kérdés is felháborít. Tudom, hogy durva lesz így ezt egyből az elején mondani, de szerintem már a kérdés is nagyon-nagyon provokatív, és kinyílik tőle a bicska a zsebembe meg. Teljesen fölidegesítettem magam már. Bocs, látod milyen ideges vagy? Látod? Sánat. <hőm> ja, próbálok valami edukációs jelleget belevinni a, a dologba. Hát mindig próbálkozok, csak ezt. <hőm> Tehát egyes számú tip, kicsit bőlére eresztettem, srácok, ne legyél csicska. <hőm> Péter. Na, 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 Peti, gyere, Peti, második próbálkozó, Peti, gyere, Peti. Egy kérdésem van, hogy nem vagy véletlenül parkolóra, mert beléd nem az összes húszasom. Ez valami, ez... Hú, hát ez valami kegyetlenül gáz volt, az meg. <gül> <gül> nem, de amúgy szívem ez, nem, ez, ez szar volt. Az, el, az, előző az jó volt, ez kurva szar volt. Megnézném, hogy ez vagy néz ki, hogy elkezdni... <laughs> nem, ez nem lehet real, ez valami... <laughs> Srácok, szimpátiát kell kialakítsunk, szim, mi De milyen kurva jól össze vannak vágva a reakciók, Zseni? Na, DJ Dávid! Őszinte leszek, hogy nem készültem elég dumával ma. Halogatom a dolgokat, meg tologatom, de szívesen tologatnálak téged is. Ki vagy te? ez... fú... Az pedig azt hittem, hogy az első után ez jók lesznek ezek. Ez... 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 ez hogy lul? Ez hogy, Lulcset? Ez, ez még rosszabb volt, mint a második. Faszanova! Te nagy spíler vagy, öcsém. <laughs> Azt kell mondjam, hogy mutassuk meg, milyen férfiasak vagyunk. De ez, miért ez hangzik? Ez, ez mehetne a puha fiúk Instára. Ennyire perverzül velem van a baj. Hát... Uh... Vicces és idegesítő egyszerre. Megértem, hogy miért idegesítő. Én adom. Na, na, na ez a lényeg. Meghódított? Mert A DJ Dávid vagy. Melyik volt? Az meghódított. Kanális? Ja, kanalas, Márkó. Márkó. A rózsa vörös, az éjszaka megpihen, gyere már hogy felegyünk a redditen. Nem. Ez hülye. Nem. Mi? Ez kurva, ez taps, ez, na, ez, ez, jó volt, ez nem, ez jó volt, ezt adom, ez jó. Ez kurva jó volt, ez jó. Ezt, ezt megadom. Nem, nem. Nem mond ilyet senki. Ah. Hát azért jó. Jó szó. Ha nem hiszel a csodákban, akkor talán elfejtetted, hogy te egybe közülük. Érzelgős, ne legyél, azt fu, azt nagyon, az a legrosszabb. Igen, ez valóban kurva szarolt. volt. Amikor egy nő meglátja rajtad, hogy érzel, az nagyon-nagyon is. Azt nem szeretik. Nincs ilyen, ne legyél érzelmes, kappa. Mert a végén még meg fogja tudni a nő, hogy mit gondolsz, mit érzel, mi a véleményed. Azt nem szabad. Nem szabad, mert akkor megismernek. Visszautalnék a vid, ez így igaz. Ez így igaz, srácok. Addig működik jól a kapcsolat, amíg nem ismernek meg igazán. Mert akkor ugye csak a személyiségeddel tudsz dolgozni, akkor meg már ugye bukta. Tehát, hogy igen, ez egy nagyon-nagyon fontos szabály. Tibor! Na gyere, Tibi! Mondták már, hogy a tested olyan, mint a magas koleszterin, a rossz táplálkozás sok a kevés testmozgás? Teljesen szívdögesztő. Ah! Ó, oh, igen. Ez horzsolt. Igazad van amúgy. Am amúgy ez jó is lehetne, ha egy három fokkal rövidebb lenne. Szóval amúgy a vicc az jó. Csak ez a hosszabb, mint jobb esete. De, de értékelem. Ez, 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 ilyen B-tír, C-tír. Ford. Ennyi. Alles zusammen. Ez kell. Ez jó. Ez jó. akkor mehet a zuhany is. Nagyon jó. <laughs> mehet a zuhany. Na. Mauricio csókolom, szeretnék szexelni Ez nyert! Ez nyert! Bambi Kolbi! Hív föl! Hív föl! Ez még egyszer. Jó. Maurizio csókolom, um, szeretnék szexelni jönnél. <laughs> ez, 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 gyakorlatilag én vagyok. Ez az én csajozásom 14 kötőjel, nem tudom, is, x éves koromig, még most is. Mi <laughs> mindjárt beszorok. Hát ez mekkora? Ez a csávó legdurvább mindegyik közül. I az igen. biztos. nagyon bajban bajba vagyok, hogy mit mondjak. Na teszi, már megint red. <gül> <gül> Na, az meg! Ha... Nagyon szigorú itt az animált Jani, meg az animált Nessali. Nem hiszem el! Öh, bocsánat, tudom, hogy lassan reagálok, de... Öh, tehát processing van, jó? Tehát öh, próbálom feldolgozni az információkat. Ebből dolgozat lesz, csak mondom, ezt ki fogom kérdezni. Erre hagyok időt. Öh, János. Az meg annyira, annyira fura így visszahallgatni magamat, hogy vannak ezek a mondatok, amik itt, tudom, hogy kurva sokat elhangzanak. Az erre még hagyok időt, <laughs> meg a két szavak amúgy rohadt jó. Kicsit cringe, de amúgy tök jó visszahallgatni magam, azokat a mondatokat, amit tudom, hogy tényleg sokszor használok. Én azt mondom, hogy itt a lényeg az, hogy, hogy ez nagyon tetszik nekünk, hogy ennyire spontán. Hát annyira jó, nem? De nem. Ne, ne, ezt, ezt, ezt e, kikérem magamnak. Nincs ilyen. Nincs. Nincs. Zonát. Na Donát, gyerünk! Valaki halat eszik, vagy csak örülsz, hogy látsz? Mi történik? Valaki el tudná mondani, hogy mi történik? Ne kérdezzetek semmit! Én sem tudom, nem tudom, mi történik. De hát ennek nincs értelme, ennek a módon! Te most szopadsz engem! Ez egy feldolgozhatatlan információ, amely nem levetít... Na mindegy, nem megyek ebbe bele. Itt kurva jók voltak a reakciók! Van 70 lehetőséged, első egy nagy ülelés, marad a 69. Sajnos van barátom. Én, én ezt úgy... Én ezt megvettem. Én, ez, én, én ezt megvettem, én, én ezt megvettem. Nem tudok ráérni, mert van barátom. Jó. Jó, jó, egy most én azt érzem, hogy ez az már egész, egész beszélgetés kezd egy kicsit így, most már lefele ívelni, ez nem tetszik nekem annyira, úgyhogy most valamivel fel kell dobjuk. Na! No. No, <coughs> mit mondott? Hallottátok, mit mondott? Én nem értem. <coughs> Úristen, mi? Azt mondaná, hogy... Annyira nincs hanger Vagy az is lehet, hogy megsüketültem. A kettő közül van Nyugi! Össze-vissza beszél. Hallgassuk végig! Micsoda? Mi? Az ujjunkat hogy mint a péniszünk lenne? Ez érdekes, ez tetszik. Én Oda megyünk, így belenézünk a szemébe, és az ujjunkkal elkezdünk piszkálni. Hall, hallani ilyen sztorikat, hogy valakinek ez bejön, de a fasz tudja. Szerintem ez működhet. Én azt mondom. Nem értek egyet. De lehet, hogy én mozgok csak szar szociális körökbe. Velem ez így nem fordult elő, de lehet, hogy nem ittunk eleget. Há... Na, ez a lényeg. Én pedig biztos vagyok benne, hogy van olyan lány, akinek ez tetszett volna. Én rossz nőkkel ismerkedtem eddig életembe. Na jó. <laughs> én... <laughs> Édes Istenem, nagyon jól össze van vágva, tényleg. Ezt nem bírom tovább hallgatni. Bár nyilván nehéz ezzel azonosulnom így fiúként, hogy tényleg milyen rossz lehet a lányoknak, hogy... hogy... Nem is vagy fiú, hát már nő vagy! Hát 2023-ban hogy lehet ezt így? Van, akik nem értenek a nemből, de még egy percig ezt hallgatnom kell, megőrülök. Jó, srácok! Like like Szegény a lényeg az, hogy nagyon sokat tanultunk, Így és remélem, hogy mindenki tudja hasznosítani ezeket a skilleket, amiket ma megtanultunk. Tanánéni. De. Tanánéni. Igen. Akarom, akarom tudni, hogy mi következik. Én akar, akarom tudni, hogy mi következik. Pandi Unchained. Na jó, gyere. Skilleket, amiket ma megtanultunk. De... Tanánéni. Igen. Bekakátó! Jó, kész. Ezt most lájkolja like be mindenki ezt a videót. É, jaj, Az erős. Srácok, nem. Nem, nincs sírás. Én csak feljövök ide, hogy szórakozzak, és így a kurva élet, nem már! Most ilyen van? Tényleg? Ez a legfontosabb kérdés. Megbántottuk. Megbántottuk a bandót, bazd meg. Kérdés, amit ebből a videóból meg akarok tudni. Hogy most igen vagy nem? Igen! Tényleg! Most erről nem beszélünk, jó? Milyen durva fordulatot vett ez az érzelmi hullámvasút! Nem beszélünk senkinek, ez undorító. Na jó, iratkozzatok! <laughs> hogy lehet a végén ki Ez egy geci videó volt! Rendkívül hasznos dolgok hangzottak el, ez jó volt! Ügyes vagy, hogy megnézted! Szereteteteket köszönöm, hogy itt voltatok! Iratkozzatok fel és nyomjátok be! <laughs> Kurva Kúr, jó, nem is kell mondanom semmit, hát a videó lezárja önmagát. Köszi szépen, sziasztok. Ezt figyelj, hogyha ez, ez most jó lesz, hogy minden, akkor mehet fel a Nessai Reacts csatornára. Nézzük akkor. Édes istenem, na egy nagyon jó, nagyon jó, e még egyszer, ez az. Menj fel a Nessai csatornára. Hát tudja, hát tudja az öreg. Így van, így van, tudta. Ez ide készült. Nézzük akkor. Ezt látod már? Úgy megijesztették. Jaj, nu! No, ez már ilyen előző részek? Azt nem akarom leszpoilerezni. Mert van több animáció is. Na, hát ez volt a hírmeséknek a, az animációs vágása, srácok. Csekkoljátok, 4800 mi? Igen, 4800 feliratkozó. Toljuk meg, toljuk meg, nagyon durva, nagyon quality a cucc egyébként, tényleg. Egy-két helyen volt így picit rosszul elvágva, de ott gondolom muszáj volt neki, mert úgy volt értelme a, a mondatnak. Zseni volt, hát ez tipikusan egy kicsit trash react, tehát nyilván vicces tartalomra nehéz reagálni, mert nehezen tudod kiegészíteni gondolatokkal, amikor ráz a röhögés. Kurva jó volt, nekem nagyon tetszett, úgyhogy le a kalappal. Nagyon durva, látszik, hogy, látszik, hogy tehetséges, meg így, meg így szereti ezt a világot. Azért ebbe volt munka. A, a, azt így nem sajnálom, hogy a csávók felszedéses tinderes videót így nem, nem vágom őket. De így most legalább megtanultam, hogy mik a, mik a jó csajozós szövegek. Amúgy volt, ami tetszett, volt, ami tetszett, úgyhogy 70 pontból 69-et adok arra egyébként. De még egyszer, respect! Respect. Rég röhögtem ilyen jót, úgyhogy köszönöm.